Kezdjünk bele akkor a mai kis diskurzusunkba. A mai témánk pedig konkrétan a 6 és feles kaliberek lesznek. Összegyűjtöttem nektek egy kis anyagot itt a 6 és feles kaliberekről, méghozzá azért, mert az elmúlt időszakban eléggé népszerű lett a 6 és feles kaliber, köszönhetően nyilván a leginkább a 6 és feles Creedmoornak, ami hát magával vonzotta azt is, hogy felkeltette az érdeklődést általában véve a 6 és feles kaliberek iránt. És hát én az elmúlt időszakban, mert az elmúlt néhány évben azért a 6 és feles kaliberekkel ismerkedtem, konkrétan a 6,5x55-tel, hiszen a sportlövészetből egyébként nagyon-nagyon jól ismerem már a 6,5x55-öt. És azt kell mondjam nektek, hogy imádom is ezt a kalibert, tehát, és azt gondolom, hogy minden 6 és felesnek a nagyapjáról beszélünk, hogyha 6,5x55 svédről beszélünk. Egyébként hozzáteszem, hogy ezt az egész dolgot, amit most itt el fogok mondani, sokkal-sokkal részletesebben jövő héten majd megtaláljátok a blogomban, tehát fogok készíteni egy blogbejegyzést, amiben nagyon-nagyon részletesen kibontom, hogy, és össze is hasonlítom majd paraméterek szerint is, hogy mit is tudnak a 6 és feles kaliberek. Na de hogy is jött ez az ötlet? Tulajdonképpen a Mauser M18-as tesztjével kezdődött újra ez a 6 és feles történetem, hiszen a 6 és feles Creedmoort teszteltem, és volt szerencsém egy ilyen 60-at ellőni a Creedmoorral, majd aztán így föl jöttek azok az élmények, amikor volt egy 6,5x55-ös kárgusztávam, és versenyezhettem is vele. Szóval igazából azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon szeretem a 6,5x55-öt is, meg a 6 és feles kalibereket is. Na de sok kérdés merült fel, hogy most melyik a jobb, a 6,5x55, a 6 és feles Creedmoor, a 6,5x57, vagy esetleg a 260-as Remington. Ezekről fogok még egy pár gondolatot itt most beszélni nektek. De kezdjük egy picit azért a történelemmel. És itt a beszéd után egy mindösszesen 15 percet szeretnék csak rizsázni. Ezt követően, hogyha van valamilyen hozzászólásotok vagy kérdésetek, vagy a későbbiekben felmerül valami ezzel kapcsolatban, akkor nagyon-nagyon szívesen válaszolok. Szóval, kezdődik a történet, ugye az 1890-es évek elején, közepén, amikor megszületnek, tehát létrejönnek azok a lőporok és a szerelt lőszerek, amiket tulajdonképpen amivel elkezdődött a haditechnika, illetve a szerelt lőszeres fegyveres élet. És ekkor jött létre tulajdonképpen a 96-os, akkor még nem volt 96-os Mauser, majd a 6,5x55-et követően találták hozzá ezt a fegyvert. Szóval Svédországban, Norvégiában kitalálták, hogy nekik jó lesz ez a 6,5x55-ös kaliber, ami aztán később annyira jól sikerült, hogy a vadászok, nem csak a hadsereg, hanem a vadászok és a sportlövők is átvették. Tették ezt olyan sikeresen, hogy mai napig komoly versenyeket szerveznek 6,5x55-re. Ugye két alapfegyver született ehhez a 6,5x55-höz, Norvégiában a Krag-Jørgensen, Svédországban pedig a sokak által ismert Carl Gustav. Én konkrétan a Carl Gustavval versenyeztem egy rövid ideig, én nagyon imádom, és hogy miért is szeretik az emberek, és miért szeretem én a 6,5x55-öt, illetve a 6 és feles kalibereket, rendkívül jó a ballisztikájuk, nagyon jó a keresztmetszeti tényezője, illetve a hosszúkás lövedék miatt a
ballisztikai koeficiense is rendkívül jó ennek a lövedéknek, tehát egy jó hosszúkás lövedéket tudnak belőle csinálni, illetve tudtak belőle csinálni már a kezdet-kezdetén is. Ami viszonylag kis lőportöltettel is elég pontosan tud repülni, tehát mind a belballisztikája, mind a külballisztikája jóval-jóval megelőzte a korát. Nos, ehhez társul, mivel kevesebb a lőpor, nagyon szépen el lehet juttatni nagyon messze is ezt a lövedéket, kevesebb a lőpor, értelemszerűen a fegyver, illetve a tehát a kevesebb lőpor miatt a fegyver visszarúgása is jóval kedvezőbb. És sportlövészeti célból, mondjuk, hogyha történelmi számot lősz, akkor azért nem mindegy, hogy egy mondjuk egy 8x56R rúg mondjuk vállon, vagy egy 6,5x55-ös. Tényleg ég és föld a különbség. Szóval ezért is szerettem. Ugye Európában elég jól elterjedt, tehát rájöttek a sportlövők, hogy ez egy tök jó kaliber. Nagyon pontos is, kicsit rúg, és viszonylag kis lőportöltettel működik. De Amerikában, ugye a fegyverek igazi hazájában, mondjuk, hogyha nevezhetjük ezt így, igazából a nagy kaliber választékra gondolok itt, tehát Amerikában, ami nem népszerű, azt mondhatjuk úgy, hogy sokkal kisebb figyelmet kap, mint bármi más mondjuk a világban. És hát a 6,5x55 bár átevickélt valahogy a tengeren, óceánon, mégsem lett olyan igazán népszerű. És ennek az egyik oka az valószínűleg ez az amerikai pacifizmus, tehát, hogy a 6,5 mm-rel volt a legfőbb probléma, hogy azt nem inchben írták le, tehát nem 264-es svédnek hívták, hanem valami egész másnak. Szóval nem terjedt olyan nagy mértékben. Habár tudták a tervezők, hogy a 6,5-es kaliber egy igen jó kaliber, mert hogy terveztek hozzá néhány különleges lőszert, illetve különleges kalibert, elsősorban mondjuk magnum kalibereket, de ezek aztán nem terjedtek olyan mértékben. Aztán ugye jött a 260-as Remington, ez elég későn, nem olyan nagyon régen, közel egy ilyen 25-30 éve jelent meg. A 260-as Remington tulajdonképpen a 308-as Winchesternek lett a klónja, és közel az ikertestvére egyébként a 6,5x55-nek. Na ez mindjárt valamelyest népszerűbb lett, mert ugye 260-as és Remington van a végére írva, tehát ez Amerikában mindjárt egy kicsit nagyobb hype-ot kapott, és elkezdett terjedni, és rájöttek arra a sportlövők, hogy ez egy igen-igen jó kaliber. Egy nagyon-nagyon minimálisan erősebb egyébként a 6,5x55-nél, de hogyha megnézitek az átlagos gyári töltési adatokat, közel egymás mellett versenyzik a két kaliber. Aztán ezzel nyertek amerikai bajnokságot, nagyon szép és nagyon sok lövészeti eredmény, és rájöttek arra természetesen, hogy ez akár 300 és 1000 méter közötti távolságokon sokkal-sokkal pontosabb lehet, mint mondjuk egy 308-as. És ez a 260-as történet egy darabig ment, aztán egy kicsit később, a 2004-5 környékén, ugye megjelent Európában a Lapua cég által a 6,5x47. Persze volt még egy-két kaliber közben, de nagyjából ez a 6,5x47 hozott még egy áttörő sikert. Erre konkrétan még én is emlékszem, amikor az országban még nem volt 6,5x47-es idomszer, amivel le lehetett ellenőrizni egy épített fegyvert, nem volt hozzá dörzser meg semmi, és összesen két fegyver volt az országban.
És akkor jöttek rá a versenyen a sportlövők, hogy igen, ez egy komoly eszköz, egy komoly kaliber, és egy komoly fegyvert lehet köré építeni. Ugye 6.47 egy olyan speciális kaliber, ahol a palack méretet lényegesen csökkentették, tehát a hosszat lényegesen csökkentették. Egyébként hoztam itt ilyen kis mintákat, tehát hogyha látjátok, ez itt a 6.55, ugye egy kezem van csak, úgyhogy egyszerre egyet tudok mutatni. Ebből lett 260-as Remington, sajnos nem tudok mutatni, de 6.47-et azt tudok mutatni, tehát ez a 6.47. De tulajdonképpen az történt, hogy a hosszát lényegesen lecsökkentették, illetve ami nagyon fontos, hogy a palacknak a vállának a szögét változtatták meg. Ezzel tulajdonképpen elérték azt, hogy hasonló nyomásérték, tehát kevesebb porral hasonló nyomásértéket lehetett létrehozni, illetve hasonló sebességviszonyokat lehetett létrehozni a 6.5-es mag alá. Így egy még kedvezőbb, még kellemesebb visszarúgást sikerült produkálni, és még egy dolgot követtek el a mérnökök, méghozzá, hogy a nyak hosszát egy picit meghosszabbították, hogy még jobban stabilizálja, még jobban körülfogja az egyébként hosszúkás magot. Úgyhogy, és még egy csomó minden, még ugye a csappantyú méreten is változtattak. Tehát egy tök sok olyan módosítást csináltak, ami rendkívül kedvezően hatott aztán a bel- és külballisztikára. Hogyha összehasonlítjuk egyébként a 6.55-öt meg a 6.47-et, vannak nagyon-nagyon hasonlóra töltött lőszerek. Én azt mondom, hogy leginkább a pontosságban, tehát a precizitásban lehet keresni a különbséget, de én magam láttam Matuska Pali barátomat, amint egy 500 méteres lövészet során a 6.47 T3X tikka lájtjából ugyanazt az eredményt meg tudta lőni, tehát ugyanazt a szórásképet meg tudta lőni 500 méteren, mint a mellette lévő, szintén az ő tulajdonát képező 6.47-es Kotrocó által készített Remington 700-asával, tehát elképesztően pontos a 6.55 és a 6.47 is, azt gondolom. Szóval jött a Lapua, és nem sokkal később, 2008-ban rájöttek, gondolkodtak, gondolom az amerikai mérnökök, hogy kéne valami nagy áttörést létrehozni, és a Hornady cégnél, illetve a Creedmoor cégnél úgy döntöttek, hogy létrehozzák ezt a Creedmoort, ami szintén ugye sokkal-sokkal jobban hangzik, mint mondjuk egy 6.47 Lapua, tehát a 6.5 Creedmoor az sokkal jobban eladható. Ezt megtolták egy rendkívül komoly, összeszedett, összerakott marketinggel, amit mai napig tolnak, olyan sikeresen, hogy ugye a fegyvergyártók, főleg ugye Amerikából átszivárogtatott fegyverekkel, de elkezdték gyártani 6.47 helyett 6.5 Creedmoorban a puskáikat. Na most az előbb beszéltem de mi van a 260-as Remingtonnal? Hát a helyzet az, hogy a Remington cég egyáltalán nem rakott annyi marketinget a 260-as Remington alá, és el lehet mondani azt, hogy tulajdonképpen a 260-as Remington halálát pillanatnyilag a 6.5-es Creedmoor okozza folyamatosan, hisz akkora népszerűségre tett szert a kiváló marketing miatt, hogy tulajdonképpen teljesen maga alá gyűrte a 260-as Remington. A kettő között annyi előny és hátrány van egyébként, hogy a 260-as Remingtonnál próbálták azt megoldani, ugye ez Amerikában nagyon fontos, néhányan talán tudjátok, főleg aki sportlövészettel foglalkozik, hogy a 260-as Remingtont
egy picit rövidebbre készítették, ugye, mert 308-as hüvelyből indultak ki. Kicsit rövidebbre készítették, hogy alkalmas legyen mondjuk a AR-10-es platformból történő lövésre, azaz a tárrendszere az AR-10-nek tudja fogadni. Na, ez sikerült is, meg nem is, mert hogy azért annyira nem tudták lecsökkenteni a teljes host, hogy ne legyenek némely lövedéktípussal akadályok, mert hogy ugye a 6 és feles lövedék az elég hosszú, így egyes lövedéktípussal, ahogy mondtam, igazából nem lehet normálisan tárazni. A 6 és feles Creedmoor ezt teljesen kiküszöböli, ugye a 6 és feles Creedmoort simán lehet AR-10-es platformra készíteni, azaz elég sok AR-10-es csinálnak most már 6 és feles Creedmoorra is. Tehát ez az egyik mondjuk fő előny. Visszatérve a 6.55-höz, sajnos ezt nem mondhatjuk el a 6.55-ről, illetve részben nem mondhatjuk el. Tehát ugye a 6.55 rövid zárhúzású zárakba nem fér bele, tehát normál méretű, mint mondjuk egy 30.06-os zárba fér csak el. Ebből következik, hogy hát ráfogták Amerikában, hogy hát erre nem lehet építeni mondjuk öntöltő karabélyokat vagy puskákat. Ez nem teljesen igaz, mert van már rá példa, hogy 6.55 svéddel AR-10-et átalakítanak és működtetnek is. Szóval eljutottunk a Creedmoorhoz, meg ahhoz, hogy tulajdonképpen hát egy évvel ezelőtt én nagyon szerettem volna egy ilyen Creedmoor puskát kipróbálni. Kaptam is, csak éppen lőszert nem kaptam hozzá. Na most ez olyan radikálisan megváltozott, hogy már rengetegféle lőszert lehet kapni hozzá. Hornadiból, Federalból próbáltam is, és egészen megdöbbentően olcsó volt a lőszer. Tehát ilyen 8000-11000 forint között voltak a vadász és a sportlövő, mondjuk a Hornady meccs lőszerének a doboza, tehát ilyen 400-450 forintért már simán hozzá lehet jutni mondjuk a lőszer darabhoz. Ami azt gondolom, hogy azért elgondolkodtató a 6.47-tel, illetve a 6.55-ös lőszerrel kapcsolatban is, habár 6.55-ből azért elég sok minden áll rendelkezésre a piacon Európában, ugye sokkal több minden azért, mint Creedmoorból pillanatnyilag, tehát azért szépen van választék. Szóval ennyit nagyjából így a történetről, és persze természetesen még ebbe a blogbejegyzésben majd leírok sokkal részletesebben még néhány Magnum kalibert, egy-két említést teszek majd a 6 és feles Magnumokról is, de a fő mondani valóm az igazából ez a 6 fél standard alapkaliberek voltak, és hát a végkonklúzió az, hogy melyik is a legjobb. Igazából azt kell mondanom, és ezt nem csak én mondom, hanem rendkívül sok amerikai szakcikkíró is, hogy nem lehet igazi különbséget tenni teljesítményben a 6 feles kaliberek, alapkaliberek között. Mindegyik kiváló a maga nemében, egy picit az egyik szélérzékenyebb, a másik erősebb, a harmadiknál kevesebb port tudsz használni, ugyanarra a teljesítményre, vagy más porokat tudsz használni, vagy kisebb csappantyút. Mindegyik nagyon-nagyon kiváló, mindegyikkel lehet igazából vadászni, mindegyikhez van most már kisebb-nagyobb mennyiségben vadász, illetve sportlőszer is, szóval bármelyiket is választjátok, igazából ez a 6,5 mm-es kaliber az elmúlt 120-130 évben már teljesítette, azt gondolom. A jövőben is közepes vadméretekhez, illetve ebben a 300 és 1000 méter közötti távolságban sportlövészet szempontjából kiváló-kiváló választás lehet. Még akkor végigmutogatom így a
az én beszédem végén, aztán beleolvasok, hogy mit írtatok nekem, illetve ha kérdésetek van, akkor tegyétek föl nyugodtan, kérlek. Végigmutogatom, hogy mit hoztam. Tehát tulajdonképpen hoztam egy 6x55-öt, ez egy alap. Ezzel versenyeztem egyébként a SB-nek a 6x55-ösével. Hoztam egy érdekességet, ez egy 6x57. Egyébként hát ez egy kifutó kaliber, már szinte csak az RVS-ben találjátok meg. Nagyjából a paramétereit tekintve, ha nem ezt konkrétan az RVS lőszert nézzük, hanem mondjuk azt a képességet, amire egyébként lehetne tölteni ezt a lövedéktípus, vagy lőszertípus, bocsánat, akkor simán a 6x55 teljesítményét el lehet vele érni. Talán egy picit meg is lehet haladni vele, csak hát nem ezzel a kégelspic maggal, mert ennek a balisztikai paraméterei kritikán aluliak. Nem, igazából nem teljesít rosszul ezzel az összeállítással, de balisztikai szempontból tehát gyakorlatilag 300 méter után leesik, mint a kő. Aztán hoztam egy 6x47-et, ezt már mutogattam, és hozzá fogom, hogy mi a különbség a 6x Creedmoor között. Igazából ami egy nagyon picit a 6,5 mm-es Creedmoor egy nagyon picit hosszabb hüvelyt használ. Ugye a hüvelytalp az 308-as. Ami még különbség a kettő között, hogy a Creedmoor az nagyobb csappantyút használ, a Lapua pedig kis csappantyút használ. Ez egyébként előnyt szokott jelenteni, mondjuk a sportlövészetnél. Magok szempontjából most már annyira kiegyenlített a meccs, hogy gyakorlatilag a Lapua épp úgy gyárt Creedmoor szerelt lőszert, mint ahogy 6x47 Lapuát. Azért, ahogy megnéztem a balisztikai táblázatokat, azért nyilván a 6x47 felé jár a Lapuának a keze is, hiszen sokkal-sokkal több variációt gyárt 6x47 Lapuából, mint Creedmoorból.